A Sátoraljaújhelyi Partizánúti Óvoda zenei csoportosai is felléptek a Zenevilágnapjára szervezett ovi koncerten. A kicsiknek évszakonként szerveznek egy-egy házi koncertet. Az idei őszi hangverseny attól volt különleges, hogy olyan egykori óvodások látogattak vissza az intézménybe, akik itt kezdtek ismerkedni a hangszeres zenével. Én Furujára járok 3 éve, és szeretek nagyon zenélni, mert nekem ez nagyon tetszik. A Partizánúti óvodában nagy hangsúlyt fektetnek a zenei nevelésre. Az óvodai csoportfoglalkozások mellett külön zenei órákkal is van lehetőségük a zenei tehetséget mutató gyermekek fejlesztésére. Zene óvoda is van azoknak a nagycsoportos gyerekeknek, akik a többi csoportból is már mutatnak egy pici tehetséget vagy érdeklődést a zene vagy a hangszerek iránt. Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudim Menuhin kezdeményezésére október 1-jét a Zenevilágnapjának nyilvánította. Ez a nap a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeztet, segíti a különböző kultúrák zenéinek jobb megismerését. A Lavotta Művészeti Iskola pedagógusai szerint ez a nap jó alkalom arra, hogy felhívják a figyelmet a hangszeres zenetanulásra, még akkor is, ha nem lesz mindenkiből jeles zenész. Nagyobb zeneműveket már meg tudnak szólaltatni, mint Mozartnak, vagy pedig Diabellinek a kis művét. És akkor, hogy ez nem egy elérhetetlen, egy nem csak a tévében látható produkció, hanem ez igazából élő, és ezért elhoztuk a gyerekeknek ilyen élő közelbe a hangszereket is, meg azt, hogy ezek a kis emberkék már milyen kis művészek, és már mit tudnak ennyi kis idő alatt is elérni. Hogy a felnőttek is megmutassák, milyen örömöt is ad az együttzenélés, a koncert végén az óvoda pedagógusaiból álló forrai kórus is énekelt a kicsiknek.